Szeretettel üdvözlök mindenkit a Keceli Fresh Fruit Tész és a Tészész Nonprofit Kft. Nevében ezen a szilva szakmai napon. Már másodszor rendezzük mi itt ezt a rendezvényt. Ezelőtt 2 évvel sokkal szerényebb körülmények között kevesebb taggal kezdtük már el. Azért gondoltuk azt korábban, hogy itt helye lenne egy ilyen rendezvénynek, mert a Fresh Fruit Tész az egyik legnagyobb magyarországi szilva exportőr, a térségben nagyon komoly szilvatermesztés folyik, és a Tészész Kft. Is úgy találta, hogy egy szilva rendezvénynek ebbe az időszakban helye lenne az országban. Igyekeztünk, illetve a Tészész igyekezett neves előadókat szervezni a mai napra. Remélem, hogy nagyon sok hasznos információt fognak önök is kapni ebből a rendezvényből. Egy picit a programot annyiban átszerveztem, hogy a saját előadásom, ami a kereskedelmről szól, az majd inkább a végére fog kerülni. A mai nap előadói így a következő sorrendben lesznek. Először Surányi Dezső úr a Ceglédi Kutatóintézettől fog beszélni ökológiai szemléletről, szilvafajta használatban, új divatos fajtákról fog beszélni nekünk. Aztán szilvaoltvány neveléstől Palasics Zsolt fog nekünk előadást tartani, a Magyar Gyümölcsfaiskolai Egyesület elnöke. Majd utána Kéki László szilva tápanyag utánpótlástól. Aztán lesz egy kávészünet, ahol lehetősége lesz önöknek a kiállítókkal is beszélgetni, információt cserélni, nyilván egymással is, illetve tőlünk is lehet bármit kérdezni, akik előadunk. A szünet után marad még így 3 előadás. Gonda István professzor úr a Debreceni Agrártudományi Egyetemről, szilvafajták koronaformáiról, meccési típusairól, meccés módjairól fog előadni, illetve dr. Pénzes Béla Szent István Egyetemről, szilvakártevők elleni védekezésről beszél nekünk. És a végén, ahogy említettem, én szeretnék majd az idei kereskedelmi helyzetről egy kis képet adni önöknek. A rendezvény végén ebéd lesz, hideg ebéd lesz szendvics formájában, itt kívül a kávézóban, illetve azzal nem ér véget a rendezvény, akit érdekel, ültetvény látogatásra is van mód, ezt egy keceli, nagyon ügyes gazdának az ültetvényébe fogjuk megejteni. Itt is van körünkben Stanley szilvát fogunk ott látni, illetve Angelinot, Lepotika, ami már leért. Jó konferenciázást kívánok, és akkor szeretném felkérni Surányi Dezső urat, hogy tartsa meg az első előadást. Kérem, ne ijedjenek meg tőlem, én ugyanarról a szeretett szilváról beszélek, mint majd a kollégák is, csak olyan megközelítésben, ami részben magyarázza, hogy én miért ilyen öltözetbe jöttem, mert nem csak nekem, hanem a szilváknak is nagyon-nagyon melege van az idei évben is, és ez be kell kalkulálni annak ellenére, hogy tudjuk azt, hogy a szilva nem igazán a mediterrán tájaknak a gyümölcse lenne. Kérem, ha az ökológiai igényeket vesszük, akkor érdemes egy pillanatra ránézni arra, hogy hagyományosan mi volt a fajta előállításnak a rendszere. Elsősorban arra törekedtek, hogy mindig olyan helyen termeljük a szilvát is, ami erre a legmegfelelőbb, a legjobb. Hát amikor megindult ez a mindenhova minden gyümölcsöt programja, a minisztériumnak ez nagyon ellene dolgozott. A termesztői és a fogyasztói elvárásokat korábban sokkal inkább harmonizálni kívánták, mint ahogy ma ez megtörténik. És a harmadik, ami ugyancsak jellemző volt, hogy nem is gondolkodtunk abba, hogy öntözött körülmények között foglalkozzunk a szilvával, száraz termesztés és teljes egészében alárendeltsége megvolt a piacnak a szilvafajták, amiket termesztettünk. Elsősorban azért, mert egy része volt csak friss fogyasztásra, és nagyon komoly volt, addig, amíg el nem konfiskáltuk a feldolgozó kapacitásainkat, a gyümölcsfeldolgozás. Igaz, hogy mostan nagy hangzatossága, hogy milyen nagy támogatás van a gyümölcs-zöldség feldolgozásra,
nem igazán látom, legalábbis vásárlóként biztos az én szememmel van a baj, majd szemüveget cserélek, vagy a füldugót kiveszem a fülemből. És a következő dolog, ami még erre ugyancsak jellemző volt, hogy lassan és költségtakarékosan folytak ezek a nemesítő munkálatok. Na most újabban mi lett? Az, hogy mindent a piac szab meg, ami tulajdonképpen nem lenne baj, hogyha a piaci szereplők is és a feldolgozók is többet vállalnának abból, hogy ezt a költséges tevékenységet, mint gyümölcsnemesítés, ebbe beszálljanak. Hát erről szó sincs. Gyors és olykor váratlan fajtaváltások vannak, nem akarja sokszor a kereskedelem megérteni, hogy a gyümölcs és általában a mezőgazdasági termények azok nem olyanok, mint az aranyrút, hogy most rossz ára van, akkor benhagyom a spejzbe, és majd jövőre kijövök vele. Az sajnos, ha leverik az árát, akkor is meg kell tőle szabadulni, mert az még nagyobb kár lesz. Társadalmi és a piaci igények együttesen alakítják ki, hogy egy gyümölcsfajnak mi lesz a státusza. Ma tudomásul kell venni, én ezt többször tapasztaltam Szilvával, sokat foglalkozó kutatóként, hogy a Szilva gyümölcsfajnak a társadalmi státusza nagyon alacsony. Majdhogy nem egy ilyen lesajnált gyümölcsnek számít, pedig ha modern termesztés veszük figyelembe, akkor sajnos az is jellemző, hogy elkívánunk szakadni a földrajzi adottságoktól. Én nem vagyok ellene, ez nem a negatív, hogy szupersűrű ültetvényeket, törpésítő alanyokat használunk, magas terméshozamé, öntözéses körülmények, tetszetős és méretes gyümölcsöt garantáló fajták, lehetőleg még ez vírus és betegség ellenálló legyen, és még minden olyan, hogy és jóformán az, hogy filéreké adja el ez a termelő, aztán, hogy ő neki az önköltség, az hogyan alakul, vagy miből fog megélni, az majd egy további kérdés, amire a választ nem kapja meg sokszor a termelő, és a nemesítésben sajnos számolni kell az, hogy nagyon magasak a költségek, de tudomásul kell vennünk az, hogy a pályázati pénzek nem jönnek. Na most ezek a nagy reklám dolgok, türelmetlenkednek a termelők is, érthető, újabb és újabb fajtákat várnak, szolidaritást remélnének a piactól, amit nem kapnak meg, és hát ez a presztízs probléma fönnáll, és hogy minél hatásosabb legyen a Szilva, egy gyerekembernek a kezébe tesszük a gyümölcsöt, és akkor kiderül az, hogy ez egy óriási gyümölcs. Néhány évvel ezelőtt sárgadinnyét Kentembe maszkíroztam át kékre, hogy biztosan ez kellene a kereskedelemnek. Most valamit még arról, hogy ezek az ökológiai kérdések hogyan is. Kérem, nem megyek annak a részleteibe bele, ez egy nagy tudományos hátterű dolog, hogy az ökológiai relatív mérőszámok és biológiai mérőszámokat figyelembe véve be lehetett osztani több mint 1000 szilvafajtát, és erről idegen nyelvű publikáció is volt, már aminek az a lényege, hogy először a Hohenheim Egyetemen Ellenberg kidolgozott egy ökológiai rendszert, Borhidi továbbfejlesztette, és a biológiai értékmérőket, hogy szabad megporzással, fagytűréssel, sarkai érzékenységgel és betegség ellenállósággal kapcsolatban mi a helyzet egy fajtánál, ebből ezek a számok alapján ki lehet nézni az, hogy egy fajta hova való. Na most ez csak emlékezteti, hogy ezek nem lennének rossz fajták, de kellett volna a megújításával, javításával a Serminának foglalkozni, ami 15. század óta megvan itt nálunk, a Besztercei Szilva, az Altárringló, Zöld Ringló, ezek csak így emlékezhető, és akkor utána jött a Stanley korszak, amiből kiderült az, hogy most már a Stanley elég régóta itt van nálunk, bizony kellene arra is figyelmet fordítani, hogy egyet szelekciót hajtsunk végre. Na de hát ezt ma nem tekintik
egyáltalán korszerűnek, mert minden most molekuláris genetikai alapon, és hogyha nem 1562 a citációs index, akkor már az a kutató az már elmebetegnek számít, meg maflának számít. Ilyen erős nyomások érik a kutatókat. Következett a Csacsaszka korszaka, mégpedig a minden ellentmondásával egyetemben a Csacsaszka lepoticának a kereskedelmi problémáit is beleszámítva, és volt egy intermezzo, amikor japán szilvákat, a metlinek két egyforma fáját pedig vegetatíve szaporítottuk, nem tudtuk előállítani, úgyhogy végül nem tudom azt mondani, hogy mostan a metli szilvát, vagy ezt a jobb alsó sarokban levő kisasszony válasszák-e a szilvatermesztők. Na most lépjünk akkor tovább. Kérem, kiderül az, hogyha a Nébiknél jegyzett fajtákat, a top fajtákat és a Mirabella fajtákat nézzük, részletekbe való belemerülés nélkül azt tudom mondani, hogy kérem, itt jön az, hogy vigyázzunk az új fajtákkal, mert nagyon sok, nagyon értékes és meghatározott helyen valóban perspektívát jelent, de nem biztos, hogy az pont nálunk lesz. Főleg szerb és német fajták kerülnek itt sorba, itt van mindnek a pedigréje, összeszedtem, mi jellemző ezekre általában, az, hogy öntermékenyülő vagy részben öntermékenyülő fajták, ma már önmedő fajtát nem lehet keresztül vinni fajta elismerési tanácsoknak, és ezek a fő jellemzők, ezt itt fogom hagyni ezen, lehet majd gondolkodni, hogy úgy látjuk, hogy ezeknek az új fajtáknak ezek a jellemzői. És még amire nagyon fölhívom a figyelmet, hogy miközben Hartmann professzornak, vagy pedig Jakobéknak a Giszeni Egyetemen levő fajtáit hasonlítjuk össze, ott is ökológiailag különbség van a kiindulási anyagban. Mert ugye azt tudni kell, hogy a Jakob-féle anyag az a Rajna mellett, az már meglehetősen hűvös, csapadékos vidék Baden-Württemberghez képest. Tehát ezekre is oda kell figyelni. Most kérem, az eredeti német anyag alapján ezek az fajtáknak a jellemző érése. Körülbelül úgy kell venni, nem tudom, hogy ezzel tudok-e, akkor inkább úgy oldom meg, hogy ha innen elindulok, akkor egy kicsit egy olyan két-két és fél héttel lejjebb kell, meredekebbre kell venni azt a érési diagramot, tehát annyival előbb van nálunk. Tehát nem szabad sohasem akármilyen szépeket írnak le egy-egy fajtáról, mindig ki kell próbálni nálunk, hogy azt a fajtát tulajdonképpen mikor kell számítani arra, hogy érni fog. Itt van például ez a különlegesen értékes és érdekes, ez éppen csacsakból származó fajta, az latkával kapcsolatban csak annyi, hogy amikor a csacsacska szecserből kértem oltóveszőt nem olyan régen, akkor azt mondták én nékem, hogy az latkát, azt nézem, csodálatosan szép a húsa, érdemes, aki földolgozásba gondolkodik, érdemes annak ellenére, hogy nem kék szilva, érdemes vele gondolkodni és foglalkozni. Most a német fajták közül kérem, ezeket látom olyat, kizárólag ökológiai szempontból. Én nem vagyok se üzemgazdász, nem vagyok gyakorló értelemben kertészember, én kimondottan biológiai szempontokat véve csak figyelembe, ezeket a fajtákat látom olyannak, amivel érdemes lesz komolyabban foglalkozni. Mert ide öntöttek nekünk egy egész hosszú top sorozatot, de a nagy része egyáltalán nem felel meg. Van olyan top fajta, nem is érdekes a neve, hihetetlen sokáig a fán marad a gyümölcse, viszont 3-4 éves kortól kezdve a fáknak a közepe egyszerűen az ágak kiszáradtak. Hát ezt Gonda professzor úr jobban tudná megmondani, hogy milyen mutatvánnyal lehet ilyen esetben a száraz részeket eltávolítani, és ez nem is egy normális dolog.
vagy a top taste fajta, ami ízbe is nagyon jó, és fölhívnám a figyelmet erre, hogyha valaki ki akarja próbálni a külföldi fajtákat. Most újabban megjelent a Jofella, ez is egy nagyon érdekes, és amit még ezekről tudni kell, hogy legalább sarka toleránsak, de az igazán jók azok rezisztensek is, mert a toleránsnál az a probléma, hogy lehet, hogy a tünetet az a fajta nem fogja mutatni, viszont a sarkavírus tovább tudja vinni. Vagy a hanka fajta. Ez is egy olyan, aminek úgy tűnik, hogy van jövője. Vagy a haróma fajta. És ezeket azért így viszonylag gyorsan, ütemesen mutatom be, mert általában leírások ismertek ezekről, de úgy látszik, hogy ezek lesznek olyan ökológiai szempontból fajták, amivel érdemes foglalkozni. Vagy itt van a tophit fajta, ami ugyancsak egy nagyon, nagyon érdekes, és főleg azért, mert a német nemesítő munka, számunkra ez egy kicsit furcsa dolog, hogy ők ilyen sütő tulajdonság, hogy beteszik a sütőbe, és akkor válik igazán alkalmassá fogyasztásra. Ez a mi ízlésünkbe nem igazán illik bele, de hát önállók ez egy fontos dolog, és főleg az, hogy sokáig a fán tudjon maradni, mert néha már, amikor a szilvának a betakarítása van, nem a legjobb idő jár arrafelé, és nem baj, hogyha egy-két hétig még az a szilva, ami a fán volt, az továbbra is megfelelő állapotban van. Na most ezektől a fajtáktól mi várható? Erre egy picit még több időt szentelnék, hogy lényegében a termesztésnek a modernizációja elkerülhetetlen, annak ellenére, hogy nem igazán jellemző az, hogy a szilvát nagyon fölkarónák, fölsőbb szervek, magasabb termésátlagok szükségesek, minőségi és piacos gyümölcs, az öntözés szükségessége elkerülhetetlen, mert az, hogy időnként az ég nyakon önt bennünket egy nagy esőzéssel, attól még aszályos az idei év is, akárhogy nézzük, a minősítésnél ez van. A szilva piaci befolyásolása termelői összefogással, ez olyan formába kellene, hogy végre, ha semmi másban nem tudunk összefogni, jó magyar ember módjára, de ebbe össze kellene a termelőknek fogni, mert másként nem tudunk a szilva piacon sikeresek lenni. Hatékony vírus és baktérium betegségek elleni küzdelem, ez is egy nagyon fontos dolog, és ne gondoljuk föltétlen azt, hogyha Olaszországból behozzuk a vegetatív alanyokat, abba csak csupa jóság és áldás van, mert sokszor így hozzuk be például a fitoplazmát is, mint számtalan esetben már ezt megtapasztaltuk. Remélhetőleg valójában ezek közül 5-6 fajta lesz, ami megmarad a köztermesztésben, és meg kell újítani a korábbi tradicionális termesztőkörzeteket, és ha tetszik, hanem olyanok a ökológiai változások és a klimatikus változások nálunk, hogy a ökológiai szemléletű termesztés, ez most már nem ilyen urizálás, hanem erre rá fogunk kényszerülni. És a másik pedig az, hogy elő kell segíteni a szilva társadalmi és piaci presztízsének a emelését, már csak azért is, mert most már ha szégyenkezünk kimondani, hanem van 3 millió szegényünk, és régen ezzel azért nem foglalkoztak, mert a szegény embernek volt a gyümölcse a szilva, és a szilva lekvárra, hogyha megkentük a kenyeret, ez volt a bivaj zsíros kenyér, hát eljött. Olyan jó haladunk a világban, hogy eljött megint ennek a korszaka. Tetszik, nem tetszik. És gazdaságos szilvatermesztést én csak ilyen szemléletben, ilyen gondolatok közepette tudom elképzelni, hogy megoldást találunk különböző termesztő körzetekben, és még azt se higgyük ökológiai szemléletre visszatérve, hogy a nem tudom szilva, ami a berekben nagyon jó, hogy az jó fog viselkedni cegléden. Nem is jellemző ez.
és egészen másként viselkedhet egy fajta, ami ezekben a gyönyörű prospektusokban szerepel. És kérem, ha tetszik, hanem a régi termelői szakás egyet szelekció. Kérem, a szőlőné is mi volt, ez szőlős hely, a hiába volt iparos ember, piros gatyamadzaggal, vagy nem tudom mivel, kikötötte a legjobb egyedeket, és utána már azt szaporította. Hát ez volt, nem tudta elmondani a gazda, hogy az a egyet szelekció, de ez így működik. És az, hogy itt helye van a szilvának, egy nem akármilyen birodalom volt a római birodalom, területén egyedül Balácapusztán van szilva ábrázolás, és többfajta is, és azt tudomásul kell venni még, hogy jönnek az új fajták, mennek az új fajták, újabb remények vannak, újabb csalódások, de hogyha óvatosan és körültekintően, nem első évben úgy, mint némelyik helyen, hogy egyből 40 hektárt egy ismeretlen fajtából bezúdítottak, utána magától értetődik, hogy nagyon kicsi az esélye, hogy épp jó fajtára tette az ember a tipjét, és abban az esetben jön a gazdasági bukvenc. Hát a kertészetnek és a szilvatermesztésnek, gyümölcstermesztésnek nem ez a célja, hanem az, hogy ezeket a időnként karcos mondatokat is fogadják tőlem, úgy, hogy én ezt szeretettel közvetítettem, és nagyon köszönöm a figyelmüket. Szeretettel köszöntök mindenkit, Palasit Zsolt vagyok. Saját magam nevével fémjelzett cégnek az ügyvezetője, illetve a Magyar Gyümölcsfaiskolásoknak az elnöke. Én most egy olyan témát kaptam, ami számomra egy kicsit olyan szokatlan, mert hogy az oltványnevelés és az alanyok természetes is, éppen ezért csak képeket hoztam szinte, és akkor úgy haladnék, hogy hát valami látszódjon is az oltványnevelésből és az alanyokból is. Az első kép az csak egy nyitókép, ez mindig kapcsolódok az előttem levő egy darab előadóhoz. A bal oldalon van a jó-jó nevű szilva, ami teljesen rezisztens a sarkavírusra, bal oldalt pedig besztercei szilva képek vannak. Ugye el közül kellene majd döntenünk, hogy mégis mit választunk, nyilván a bal oldalit. A bevezetés lesz egy kis adatokkal, szemzőhajtás, törzsültetvények, alanyok, szemzések, oltás, oltványnevelés, szabadföldön és konténerben, nagyjából ezt fogom bemutatni. Egy pár szám. A három fő fajt hasonlítottam össze, szilvából a hektárszám körülbelül a fele a medgyének, a medgyé az pedig, hát két és félszer több almát csinálunk elméletileg, tonnákban ott van a másik oszlop, látszik 2015-ös adat, tehát viszonylag friss adatok, látszik, hogy a szilva hol helyezkedik el ebbe a fajta sorba, illetve faj sorba. Szerintem a harmadik a termesztett gyümölcsfajok közül. Szilva oltvány előállítás, ugyanazok a számok köszönnek vissza, kicsit korábbi adatok vannak, de visszaköszönő, tehát körülbelül arányosan ugyanannyiket csinálunk. Szemzőhajtás, törzsültetvény. Itt kezdődik szinte minden. Tehát ugye az oltványoknak a teteje a szemekből, vagy az oltóvesszőkből van. Én egy jó szemzőhajtás, törzsültetvényt hol tudok elképzelni? Ott, ahol például a sarkavírustól elzárjuk ezeket a fákat. Csehországban fényképeztük, 1000 méter fölött egy bükkerdő közepén csináltak egy ilyen szemzőhajtás törzsültetvényt. Képtelen volt a levéltető felrepülni 1000 méter fölé, olyan hideg volt és olyan körülmények voltak, amit nem szeret. Itt voltak ezek a szemzőhajtás törzsültetvények, mondhatom, hogy tökéletesek voltak. Magyarországon ilyen nincs. Majd pénzes tanár úr nem tudom mennyire erősíti meg, de szerintem alapvető, hogyha ilyen helyről származnának a dolgaink, akkor legalább 2-3-4 évig meg tudnánk tartani a sarkavírusmentességünket. Mindig váltok és gyorsan haladok. Odáig jutottunk el, hogy Franciaországban már a szemzőhajtást, amit mi kézzel szoktunk metszeolóval levagdalni a leveleket róla, már gépbe beteszik, végigfuttatják, és a gép levágja a leveleket, és csak a 1 centis kis levél nyíl marad meg a hajtásokon. Alany használat. Magyarországon mi egy elég egysíkú alany használatot követünk, mirobalán magoncalanyokra tesszük rá ezeket az oltványainkat.
Nekem ez egy kicsit sajnálatos, mert Nyugat-Európába körülnézünk, sehol se ezt használják, viszont a szerbek igen, tehát a balkáni országok igen, és mi itt tartunk most jelen pillanatban az alany használatnál, ami nem azt jelenti, hogy a mirobalán magonc rossz lenne, nem rossz, csak ő egy előző századból itt maradt valami nekünk, és mi nem tudunk tovább menni ezen. Külföld használ erős alanyokat, például a rázógépes betakarításra, mint a Marianna GF8/1 használ közepes alanyokat, én a Saint Julien átemelném ki, valamint a Vavit alanyt, használ gyenge alanyokat, amiket mi még nem használunk, szert még kísérletekben se nagyon van benne, ilyen a Vejva 1-es, a Pixi. Valamint most már előjöttek, egy 4-5 éve hallottam először, hibrid alanyokat, amik elég erősen reagálnak a sarkavírus fertőzésre. Magyarul, hogyha beszemezzük őket vírusfertőzött szemzőhajtásokkal, ezek a fák nem erednek meg. Na most ezt képzeljétek el, hogy magyar faiskola ezeket, hogyha használná, és ne talán tenne egy nem jól tesztelt fáról leszaporítaná, lehet, hogy nullás faiskolája lenne. Tehát egy kicsit ez nekem inkább úgy van, hogy ez már nagyon a jövő, de lépegetünk azért ebben az irányba, tehát lehet, hogy lesz majd egyszer ilyen is. Ezek a Doszpina és a Doszéra sorozat. Dr. Gonda István úr fog nekünk szilvafajták koronaformáiról, illetve meccés módokról előadást tartani. Fogadják szeretettel. Én harmadjára vagy negyedjére adom elő a szilvafajtákkal kapcsolatos és a meccéssel kapcsolatos összefüggéseket. Megmondom őszintén, én nem nagyon szeretek ismételni, de mégis kényszerülök bizonyos mértékig, de előre bocsájtom már is, hogy a Ceglédi Gyümölcskutató Intézet, nem tudom a hivatalos nevét, nek a honlapján megvan a mostani előadásnak körülbelül a fele, szinte 100%-os formában, tehát az akit érdekel, az hozzá nyúlhat ehhez, és hasonló részletességgel láthatja. 20 évvel ezelőtt, és egy kicsit szomorúan mondom ezt a 20 évet, hogy 20 évvel ezelőtt telepítettük el Debrecenben, 97 tavaszán, akkori meghatározó fajtákból álló telepítési rendszer, vagy művelési rendszer kísérleteinket, ami a 4x1,5-től a 6x3 méteres sor- és tőtávolságig, vagyis az 500 darab hektáronkénti sűrűségtől a 1700 darab sűrűségig terjedt, és az itt szerzett összefüggésekkel szeretném én folytatni. Rengeteg képet fogok mutatni, mind az állományokról, mind a meccéssel kapcsolatosan. Ez egy, mondhatjuk, mai felvétel, tehát 20 éves korú ültetvény 4x1,5 méteres téráláson elég szomorú képet nyújt a nyár közepétől, mert csakszűk mirabolán alanyról van szó, csakszűk ez a térállás, bár egyes években valami csodálatos termés tömegeket hozott. Hozzáteszem, hogy az első 10-12 évben a legszűkebb térállású ültetvény, tehát a 4x1,5 produkálta a hektáronkénti legnagyobb terméseket, illetve a fánkénti legkisebb terméseket, de olyan magas volt a fáknak a száma, hogy ellensúlyozta a fánkénti kisebb termés mennyiséget. Egy 1200 darab körüli áramán sűrűségű a 4x2-es térállás, ez már lényegesen szimpatikusabb, mind nyugalmi állapotban, mind zöld állapotban, bár itt még a 4 méter miatt árnyékolás, a sor árnyékolás az gyakori. Nem kell olyan gyakran beavatkoznunk a nyár folyamán a művelőút biztosítása érdekében meccésekkel, mint a 4x1,5 méternél, de ez bizony még mindig elég sűrűnek számító térállás. Egészen más az 5 méterre 2,5 méter, vagyis a 800 darab hektáronkénti sor- és tőtávolság. Megmondom őszintén, hogy nekem a 4x2 és az 5x2,5 közötti hibrid az, amelyik az én tetszésemet megnyerte, és ha koromnál fogva és pénzemnél fogva ott állnék, hogy szilva telepítésbe gondolkozom, akkor valahol itt a kettő között választanám meg, nyilvánvalóan talajtípustól függően eltérő távolságban. Itt látható az 5x2,5 ma, 20 éves korában. Egy kicsit
egy kicsit a árnyékolási viszonyok, mert ez egy időben volt fotózva, az árnyékolási viszonyok jelzik a sorárnyékolás lehetőségét, vagy kisebb voltát, és a negyedik térállásunk a 6x3 méter, vagyis a 600 valamennyi fa, 500 valamennyi fa, 555, igen, ez látható nyugalmi állapotban, illetve virágzáskor, valamint a sor az teljes virágzáskor. Egyetlen dolgot szeretnék kiemelni, mielőtt folytatom, amennyiben láttuk nyugalmi állapotban, egyértelműen mindegyik térállás esetében a domináns központi tengely volt az, amelyik meghatározó a fán belül. Ennek kialakításának fontossága meghatározza a későbbi térben tarthatóságot, és meghatározza a fának a, megkockáztatom, a hosszú távú termékenységi hajlamát, hiszen a domináns központi tengelyen alárendelt, alsó, vékonyabb oldal elágazásokon történik a termesztés, amely minél intenzívebb térállás jelent, annál nagyobb a gyakorisága a rotációszerű karok leváltásának. Lehetőség és szükségszerűsége egyaránt. Itt látható a 6x3 méter, egészen mások az árnyékviszonyok. Csak a törzs keresztmetszet, amely nagyon szoros összefüggésben van a tő és a sortávolság növekedésével, magyarul a gyökerek szabadon növekedését mutatja az, hogy minél nagyobb a térállás, annál nagyobbak a fáknak a törzs keresztmetszete, amelyik azonos a vegetációs komplex mutatóval. Itt a fajták között látható az eltérés, látható, hogy a 6x3 törzs területei, tehát méretei egyértelműen a legnagyobbak, és a szűkebb térállásoknál a kényszerűen nagyobb és gyakoribb metszések hatása mellett a gyökér konkurencia, tehát a növekedés gátló hatás is megjelenik. Mit tette rosszul? Igen. Következő, ez a termésnövekedési dinamika az első 7 évben tulajdonképpen látható, és az oszlopok szerint termésnövekedési kilogramm vagy fánkénti termés mutatja, érthető módon a nagyobb térállású fák az első években fánként nagyobb terméseket produkáltak, illetve a szűkebb térállásban lévő kisebb méretű fák mai napig nem érték utol fánkénti termést illetően a nagyobb fákat. Ugyanakkor, és ez önmagáért beszél, itt a hektára vetített tonna per hektárban kifejezett termésmennyiség, amely egyértelműen mutatja a 7.-8. éves korban történő adatfelvételezés alapján a szűkebb térállásban lévő kisebb fákkal létesített ültetvény hektáronkénti nagyobb terméshozamát. Ezen tapasztalatokból is kiindulva 2005-ben telepítettünk a standard térállásnak tekinthető 5x2,5 méteres, vagyis 800 darab hektáronkénti fa sűrűséggel egy ültetvény német fajtákkal, olyan fajtákkal is, mindjárt látni fogjuk, amelyekről hallottunk a mai délelőtt folyamán, jót, rosszat, mirabolán alanyon. Egyébként én egyetlen egy dolgot szeretnék, és ez részben a Surányi kollega és a Palesis kollega mondandójával is összefügg. Én azért, mert 100 éven felüli a mirabolán, vagy múlt század előtti, én nem temetném el, mert a mi körülményeink között ez egy, nem is mondtátok, valóban nem, csak felhozódott, hogy ez már több száz éves, és az embernek olyan asszociáció szólal meg, hogy a öregek takarodjanak már. Én bennem legalábbis az van, és tükörben nézek, általában ezt szoktam magamnak mondani. Tehát német fajták és szabad orsó korona formájú ültetvényt létesítettünk, és csak felelevenítve egy kicsit a hangulatot előhozva, már fiatalkorban jelentkeznek a fajták közötti igen jelentős struktúrabeli, méretbeli
elágazódásbeli különbségek. Itt látható a legkésőbbi érésű prezenta, a német Elena, talán ez van legnagyobb arányban telepítve Magyarországon. A top hit fajta, amiről szó volt többször, én nagyon-nagyon szeretem ezt a fajtát egyébként sok szempontból. A jó-jó nevű, ugye rezisztens, sarkarezisztens fajta fiatalkorban, azonos életkorban, a hagantáról is volt szó említés, és szinte kontrollként tettük be a blufri fajtát, összehasonlítva a német fajtákkal. És a 7 éves korú szírófajták, csak azért érdekes ez a grafikon, hogy majdnem kétszeres különbségek vannak a törzs területben, amelyik még egyszer mondom, a növekedés komplex mutatójának tekinthető. Ha megnézzük a haganta és a jojó adatait, hát közel kétszeres, 100%-os különbség van, ami mutatja a kettejük közötti növekedési különbségeket is. A szilvafajták oldalelágazásainak területe, amely szintén az intenzív termesztés, intenzív térállásoknak egy nagyon kritikus tényezője, az a fajták többségénél szinkronban van a törzs területtel. Tehát a nagy törzs területhez nagy, vastagabb elágazások is tartoznak. Ez viszont metszés szempontjából nagyon kritikusan fontos tényező, mert akár egy év alatt egy gyönyörű, szép, szellősenre metszett szilvafa egy év alatt képes olyan oldal elágazás vastagságokat produkálni, hogy a következő évben erőteljes beavatkozás szükséges, mert ha nem tesszük meg, akkor az azt követő évben már elkezdődnek olyan mértékben a beárnyékolódás, a belső részek kopaszodása, a nehéz permetezhetőség, stb. Stb. Tehát, és ezzel már is előre bocsájtom, és ezt még meg fogom említeni, a szilvát lehet, hogy furcsának tekintik, annak ellenére, hogy szegények gyümölcse, legelhanyagoltabb gyümölcsfajunk. A kertnek a leggyengébb zugába, sarkába, a WC mellé esetleg lett eltelepítve, amit soha metszeni nem szoktak. A szilva az a gyümölcsfaj, amelyeket legalább olyan gyakorisággal kellene metszenünk, mint bármelyik más gyümölcsfajunkat. Hogy meg tudjon újulni, hogy évről évre rendszeres termőrész berakódásunk legyen, hogy meglegyen nekünk a megfelelő gyümölcsméretünk, ehhez metszeni feltétlenül szükséges. Nézzük tovább, itt kiragadtunk két évet a fajták közül, ez két kritikus év volt időjárás szempontjából. A legnagyobb, és ez azóta is megismételte több év, a legnagyobb alternanciát, vagy szakaszos terméshozást a prezenta fajta hozta, a második helyen szerepel az Elena, és kiemelem a top hitet, amelyik a legegyenletesebb, és viszonylag még magasabb szintű, a többi fajta pedig egy alacsonyabb szintű, de egyenletes terméshozásokat produkált. Én nem jellemzem, ezt hozzá fognak jutni, részletesebben a különböző fajtákat, inkább a képeket mutatnám a prezentáról, a prezenta termőfának az alakjáról, formájáról. Ez az a fajta, amelyiknél nem érvényes az, amit az előbb mondtam, hogy vastag törzs és vastag elágazások. Ez egy elfogadhatóan vastag törzs és vékony elágazások. Egy kicsit a karácsonyfához tudom hasonlítani, hogy egy gyönyörű, domináns tengelyen vékony elágazások találhatók. Kár, hogy a fajtának a mérete az nem olyan, nem veszi fel a versenyt több más fajtával, illetve a szakaszosság, amit az előbb említettem, is hátrányjal szolgál, viszont kiváló íz-zamat anyagokkal rendelkezik, és én ismerek olyan pálinka főzőt, aki nem hajlandó más csak prezentátból készíteni a pálinkáját. Tessék? Prezentálni, így van. Tehát itt láthatjuk a prezentát, csak képeket termő állapotban, kifejezetten intenzív korona, alulról felfelé egyre vékonyodó elágazásokkal, nagy számú elágazással, ezért rendszeres évenkinti metszést igényel. Itt látható egy másik ültetvényben az Elena fajta, és ajánlások az a Mirabolán alanyon a sor és a tőtávolságra látható és jellemzi a növekedését. Nézzük képekben, az Elena, ez mennyivel másabb, mint a prezenta. A prezentára emlékszünk, hogy szinte zárt volt a sűrű rendszer miatt. Itt ez nagyon kellemes, megvilágított részek, jó megújulási képességgel, szintén az Elena látható. A sarkarezisztens jojó fajtát látjuk, és erre jellemző a
nagyon vastag, legnagyobb vastagságú törzs keresztmetszet és a legnagyobb vastagságú oldal elágazások. Ez komoly feladat karcsúsítani és jobb megvilágításba részesíteni, mert inkább egy gömbszerű vagy félgömbszerű koronát nevel, de nem lehetetlen ezeknek is a megfelelő formát kialakítani. A jó-jó után a top hit, amint említettem, ez egy egészen más, hihetetlen termékenységgel rendelkezik, ami komoly problémát okozott. Ezek tavalyi felvételek, munkatársam Sivon Ádám készítette ezeket a felvételeket. Nagyon komoly instabilitást idézelő a fának a szétesését, letörését, stb. Ha van fajta, amelyiknél indokolt lenne, ha lenne rá kapacitásunk gyümölcsöt ritkítani, akkor a top hit azt megérdemelni. Látható a felső rész, balra elhajló felső része a koronának, szintén a különböző csüngő lógó elágazások, a hagonta a következő, amelyiket jellemezhetünk a ismeretek alapján, inkább a képekre koncentráljunk. Ez is egy kellemes, kupos koronaforma, viszonylag jó szellőzéssel, jó állapotban, magas termékenységi lehetőségekkel. És itt mielőtt tovább megyünk a képeken, ugye intenzitásról beszélünk, itt az intenzitás egyetlen dologgal tudom én, vagy célszerű összefüggésbe hozni az intenzitás növelést, mert felmerülhet, hogy egy ilyen extenzíven termesztett gyümölcsöt mi a fenéért létesítsünk mi nagyobb beruházási költséggel, nagyobb darabszámmal, sűrűbb térállásban. Ennek egyetlen egy magyarázata lehet, hogy elindult azért a világ abba az irányba, és erre vannak export szállításaink a Romániába, Oroszországba, a kézzel szedett szilva lényegesen magasabb árának a kihasználásával, amit kézzel szedve kisebb méretű fákról lehet ezeket megvalósítani. De mégis az intenzitás növelés ezzel összefüggésben célja a produktív termőfelület, a napfény által közvetlenül megvilágított termőfelületnek a növelése. A nagyméretű fákon csak a perifériát használjuk ki, és mindenki előtt, hiszen itt egy pallérozott szilva termesztő társaság ül, mindenki előtt ismert az a tény, hogy minél nagyobb a fa, a belső részeknek annál nagyobb a pusztulása, az elhalása, a fénytelenség miatt. Itt még kisebb fáknál kényszerítjük a fát, bár kérve és nem belerugva, hanem simogatva és szeretettel kérjük, hogy hozzon nekünk több és jobb minőségű termést. Szeretném kiemelni, ami itt van, hogy kör alapvetületű koronákba gondolkozunk, nem sík, tehát nem sövény, és a központi tengely és domináns tengely. A domináns tengelynek a rendkívüli fontosságát. Hazai viszonyok között, mirabolán alanyon, és besorolhatom ezeket a fajtákat, mert a fajták között nincsenek olyan óriási növekedésbeli különbségek, mint esetleg más gyümölcsfajoknál, hogy megfogalmazható, hogy 5-5,5-szer 2-3 méteres térállások jelentik a fajták. Döntő hány, talán az Empress tudom kiemelni, ami nem is olyan nagyon jó fajta, amelyik hihetetlen kicsi, szinte spúr típusú fajtát jelent, de az 5,5-szer 2-3 méterbe, vagyis 600-tól 1000 darabig terjedő fasűrűségbe gyakorlatilag minden ismert szilvafajtát kézben tudunk tartani, és ki tudjuk használni. Saint-Julien egy ültetvényben jártam, Kajdi Tamás barátom jó voltából, határainkon túl 5 kilométerre, 10 kilométerre Szlovákiába, ahol csodálatos, ugyanezekkel a fajtákkal, 10-20%-kal kisebb tenyészterületet lehet létrehozni, és amikor én láttam egyetlen alkalommal, akkor a gyümölcs sűrűsége a Saint-Julien alanyon álló fáknál ugyanazon fajták esetében sűrűbb volt. Tehát nagyobb volt, mint a Mirabolán esetében. Csak szomorúan, végtelenül szomorúan mondom, miért nincs erre Magyarországon elfogadható, kísérleti, összehasonlítási felület. Talán majd, ha érdekli Müller Jenőt, ő fog csinálni, behozza külföldről, és eltelepíti, mint ahogy erre példák vannak sajnos, nem is sajnos, örömmel mondom, hogy vannak példák alma esetében, most nem mondom a neveket, de a kutatóintézeteknek az ellehetetlenülése ilyen helyzetbe hozta a termesztőt, hogy aki akar valamit, az külföldről maga vizsgálja a fajtákat.
Még annyit, menjünk tovább, mert van még képi anyagunk. Az új fajták, tehát ezek az új fajták mind alkalmasak, amiket én vizsgáltam. Ehhez hozzájön még a Top End Plus, amelyeket később volt módon megismerni, és még egy-két fajtát lehetne említeni, amelyek kielégítik azokat a lehetőséget, hogy gajtípusú. A szilvafajtákat általában két felé lehet sorolni, és kimennénk bármelyik ültetvénybe, mindenki a jelenlévő közül felismerni azt, hogy ez gajtípusú vagy ágtípusú szilvafajta, amelyeknek a metszése eltérő. Ezek gajtípusúak, amelyek nagyobb termékenységűek, és ezeknél a rendszeres évenkénti gajritkítás nélkülözhetetlen. És a domináns tengelynek a biztosítását kell nekünk az első egy-két évben a központi tengelyhez erősített vesszővel, vagy karóval, vagy bármivel elősegíteni, mert a függőlegesség az egyik feltétele a domináns tengely kialakításának. A természetes habitusa a szilvafajták többségének, itt látható, pontosan ellene van a alulról felfelé kuposodó formáknak, ők alulról felfelé szélesedő alakot, tehát lefelé kuposodó formák, vagy egy másik. Itt már némi kis központi tengely hatás van ennél a fajtánál, ahol már egy kicsit kuposodik a felső része a fajtának, de az alsó részét nézzük, az még ugyanúgy felfelé törő, egy virágzásban lévő, tehát nekünk a okszerű neveléshez, az említett térállásokban történő bentartáshoz feltétlenül szükséges már kezdettől fogva a domináns tengelyt kialakítását céloznunk. Jó példák vannak már Magyarországon, csak szeretném bemutatni, hogy már az első évtől kezdve olyan növekedési erélyű, olyan jó minőségű, certifikált, vírusmentes, stb. Oltványokról van szó, ahol már az első évben kialakul egy domináns tengely, ami nagy mértékben elősegíti a későbbi fenntartást és ennek a tengely dominanciának a fenntartását. Egy rossz metszés indítás új telepítésnél, ez egy ültetvényben készült, nagyon korrekt, nagyon jó, nagyon pontos, de ez a metszés, miután már megvan metszve, a koronás oltvány mutatja, hogy itt nem volt koncepció. Nincs koncepciója az illetőnek, az a koncepciója, hogy visszavágom, nem arányosan a vékonyat, azt hosszabbra, a vastagot rövidebbre, nem gondolkodik domináns tengely kiemelésbe, hanem ő visszametszett, és lesz már neki az első évve gyönyörűséges, szép, gömb alakú koronája. Ezzel szemben az ilyet nincs más, vissza kell vágnunk, és létre újra kell indítanunk, hogy az első évtől tudjuk már megfelelőképpen nevelni a fánkat. Itt látható egy ilyen koncepció nélküli kis zöld állapotba, hajtás állapotba, amit zölden, az aktív növekedési időszakban kényszerítünk a domináns tengely kialakítására. A tengely dominanciát biztosíthatjuk, tehát metszéssel és lekötözésekkel. Kérem, aki ráfordítja az időt és az energiát, azt, hogy az első, két, második, harmadik évben lekötözi, nem vízszintesre, egy 30-40 fokos szögállásúra, a 75-80 fokos szögállásban felfelé menő elágazásait, az 30%-kal minimum növeli az első éveknek a termés hozamait. Mert az első években a felfelé törők azok hajtásra dolgoznak fára, a vízszinteshez közeli szögállások pedig berakódnak már a második évtől kezdve gyümölcsön. Nézzünk itt, és engedjék meg, hogy egy olyan projektnek a indulását mutassam be önöknek, és a szilva a legelhanyagoltabb terület, mert az almánál vagyunk a 75-80%-ban készültségben egy informatikai céggel, amelynek a célja a metszés oktatása. A metszési alapok vizuális alapon történő besújkolása. Az, hogy az embereket leültetni, és 3 óra hosszát képek százait mutatva kialakuljanak bennük bizonyos ösztönök, a vastag, a vékony elágazás, a függőleges, a vízszintes, stb. Itt most mi közösen fogunk metszeli, hölgyeim és uraim. Itt van nekünk egy második éves koronás oltvány, előző évben volt koronába metszve. Tessenek megnézni, mit célszerű csinálnunk annak érdekében, hogy ez minél hamarabb termőre forduljon, és jó kis fánk legyen.
Hát leköltözéseket kell végeznünk, mindjárt látjuk az eredményét, és természetesen a hosszú növekedésnél visszametszéseket kell alkalmaznunk az elágazásnak a javítása érdekében. Látjuk, be vannak jelölve, hogy mik azok a növedékek, amit feltétlenül el kell távolítanunk. Itt van nekünk már az első évben a diákok segítettek lefogni, mert nem kötöztük le a fényképezés időpontjába, hanem mutatják a tér három irányában arányosan kialakított alsó elágazást, amelyeket és a tengelyt is természetesen vissza kell metszenünk a jobb elágaztatás érdekében. Itt van egy másik fánk. Mi a célunk, hölgyeim és uraim? Domináns központi tengelynek a kialakítása. Kérdésem, melyik tengelyt választjuk? Ide adta Kajdi Tamás ezt a tollat, én nem tudom, hogy nem tudtad összeépíteni az irányítóval, nem tudok három kezemmel mutatni, de üdemnek is megkérdezett, melyiket hagyjuk meg? Ezt hagyjuk meg tengelynek, vagy ezt hagyjuk meg tengelynek? Nem lehet kérdéses, ugye, hogy a jobb oldalit hagyjuk meg, mert az a dominánsabb. Nézzük meg, hogy mit csinál a számítógép vele, bejelzi a visszametszési szükségleteket, és itt az eredménye. Bocsánat, a mikrofon. Vissza van. Bocsánat, köszönöm. Bár elég nagy a hangom, behallatszik az messzebbről is. Vissza van metszve arányainak megfelelően, hosszúsági arányai, a rövidebbeket, a vékonyabbakat rövidebbre, a vastagabbat, hosszabbakat hosszabbra, és a tengelyt a megfelelő magasságba, csak ez még nincsen lekötve. Egy következő példa egyértelműen mutatja, a fa szinte ordít, hogy én milyen akarok lenni, mutatja az ő domináns tengelyét, eltávolítjuk a közvetlen konkurensét, és itt van nekünk a gyönyörűen kialakított első éves megmetszett fánk. Itt van egy következő példa, nem sok lesz már, ne idegeskedjenek miatta. Itt van, mit kell csinálnunk, és itt az eredménye a diákok segítségével szintén. Az előző kusza, visszamegyek, tehát erről van szó, amit megfelelőképpen megmetszünk, és a tér három irányában arányosan elrendezett alsó oldalelágazás, amit a termesztő a saját ültetvényében, kertjében majd gyönyörűen le fog kötni saját maga, körülbelül ebbe a szög állásba. Itt látható a metszés utáni eredmény, itt egy következő fa, szintén ez az eredménye, látható, hogy mennyire szép, jó alakú. Ez itt egy gnóm, egy torzó, egy valami, de ezt is meg kell oldanunk. Egy kettős tengely, a szilva nagyon hajlamos egyébként a szabálytalan és váratlan növekedéseknek a produkciójára. Ez is egy ilyen fa, persze benne van az előző évi helytelen metszés. Gyakorlat, mit csinálunk? Első variáció ez, aminek ez az eredménye. Megoldottuk a kérdést. Nem oldottuk meg a kérdést, még mindig a jobboldali tengely konkurencia dominál. Mit csinálunk tovább? Bejelöltük azt, hogy mit kell nekünk még tenni, és az eredmény itt látható. A jobboldali, megoldottuk a kérdést, elindítottuk a fát azon az úton, hogy ő neki kialakuljon, későbbiekben is fennmaradjon egy olyan harmóniája az alsó és a felső részek között, amelyek a fa élete végéig biztosítja a harmonikus, egyenletes, jó megvilágítottságot. Ehhez nem kell mást az évek során nekünk csinálnunk, mint az alulról felfelé haladva az egyre vékonyodóbb és egyre rövidülőbb elágazásokat meghagyni, amelyek nem ilyenek, a vastagodók vagy vastagabb elágazások, azokat kíméletlenül eltávolítjuk. Nézzünk későbbi termőkorban is példákat, baloldali állapot metszetlenül, jobboldali metszés nélkül, vagy megmetszve, szépen kiemelve a központi tengely. Ez már gazda kérdése, meg hozzáállás kérdése. Én, ha az enyém, akkor én a tetőt is visszametszeném, azzal tovább vastagítom az oldal elágazásokhoz képest. Vagy nézzünk egy másikat, ez egy másik fajta a maga kusza elágazásával. Ha valahol fontos a központi tengelynek a visszametszése, akkor ez itt van, mert rövidítjük ugyan, de vastagítjuk és erősítjük a kihajtó növedékek számát, és egy év alatt helyreállítjuk a tekintélyét a tengelynek. Az szegény, pór népréteg az alárendelt marad, a nagyfőnök meg éli a világát. Hát ez rossz a emberi társadalomban, de nagyon jó a
növényvilágban. Szintén itt látható egy metszés előtt, metszés utáni állapot a központi tengely kiemelésével. Ezek nagyszerű, csodálatos, kúposodó, a lehető legjobban megvilágított korona formákat eredményezik. Tessenek megnézni, szinte reménytelennek látszik a baloldali kép, és mégis lehet belőle, ha tudjuk, hogy mit akarunk. Hölgyeim és uraim, egyetlen dolgot szeretnék, ha semmit nem jegyeznek meg, de tudom, hogy azért fognak megjegyezni ebből a dolgokat. Egyetlen dolog vezérelje önöket, hogy amikor oda megyünk a fához, mielőtt a metszőollót elcsettintenénk, vagy a fűrészt használnánk, legyen egy képünk, legyen egy koncepciónk, hogy mit akarunk, milyen formát akarunk. Ezzel szemben a gyakorlat az, hogy oda megy a gazda a fájához, meg az emberei a fájához, és elkezdenek csipegetni, elkezdenek metszegetni. Teljesen, nem, abszolút nem megoldva a generális problémákat, az elsűrűsödéseket, a sűrű gócoknak a megszüntetését. Ösztönök vezérlik inkább, megszokások vezérlik a metszőket, kivéve a jelenlévőket. Kérem szépen, tessenek megnézni, szintén egy 5 éves korú, csodálatos állapotú szilvafa metszés előtt, metszés után. Önmagáért beszél. Még egy dolog, nem az ágaknak, a vázákoknak a számától függ a gyümölcsnek a termése. A megvilágított produktív termőfelülettől függ. Ha én kivágok egy ágat, amivel javítom a fénybehatolását, akkor lesz több termésem. Kérem szépen, menjünk tovább. Későbbi termékkorban említettem az ágtípus és a gajtípus közötti differenciákat. A gajtípusnál gajritkítás, erőteljes gajritkítás, az ágtípusnál pedig a visszametszések. Azért, hogy az kopasz ágakat mi elágazásra kényszerítsük, hogy gajazásra bírjuk és segítsük. Nyári metszés rendkívül fontosságú. Az adott évben ideje a tervezett született megelőzően 2-3 héttel, ha ezt el tudjuk végezni. Elvégeztük a téli metszés 70%-át legalább, az már csak korrekcióra szól, nem időzök én ezzel. Metszés előtti, metszés utáni állapot, tessenek megnézni, önmagáért beszél. Még a nyáron, még itt rendelkezésre áll, még másfél-két, akár 2,5 hónap érési időtől függően, hogy ezek a napfényre került részek jó megvilágításba részesüljenek, ami a következő évi virágok kötődési potenciáját és gyümölcs méretét nagy mértékben elősegíti. Egy termőfa bal oldalt, metszés előtt, metszés után megnyitjuk a koronát. Megemlítem, még 12-15 évtől kezdve törvényszerű az olyan mértékű felkopaszodás, ami szükségessé teszi a részleges vagy akár teljes ifjítást. A szilva nem tartozik a jó sebgyógyuló fajok közé, tessenek megnézni, sok éven keresztül semmilyen kalluszképződés be nem következik adott esetben, sőt, akár korhadások is előfordulnak. Vitálisabb fáknál, itt sincsen semmilyen gyógyulási erő, vitálisabb fáknál természetesen vannak kihajtások, tehát a ifjításnak vannak eredményei, de teljesen szeszélyes a kihajtásnak a helye. Szemben az almával, körténél, és más fajoknál, akár cseresznyénél, ahol a sebek közelében hajtanak ki rejtett rügyekből, a szilvánál tessenek megnézni, közelebbről, ott van a seb, de honnan van a kihajtás. Tehát nagyon nehéz kiszámolni, és ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a részleges ifjítás évében zöld metszéssel irányítsuk a kihajtott képleteknek a irányát és megválasztását. Kérem szépen, hálásan köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm. Kollégák, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Gonda tanár úr a hatékony növényvédelem alá dolgozott rendesen, mert azzal, hogy ő kialakítja azt a koronaformát, amit itt mindnyájon élvezettel hallgathatunk és láthatunk, azt kell, hogy mondjam, hogy a növényvédelem hatékonyságát megalapozza. Tisztességes koronakialakítás nélkül nincs hatékony növényvédelem. Bevezetőként hadd mondjam el, hogy a szilva növényvédelmében a kártevők elleni növényvédelem meghatározó jelentőségű. Nem vitatom el, hogy a szilva himlő óriási jelentőségű. De, mint Parasi Zsolt kollégánk elmondta,
minden eldől a szaporítóanyagnál. Fertőzött a szaporítóanyag, vagy nem? Ugyanez a probléma a kajszinál. Én szoktam mondani faiskolás barátaimnak, hogy én háromszoros árat megadnék érte, ha az nem csak vírustesztelt lenne, az anyafákat, hanem valóban vírusmentes. Ilyet ma Magyarországon nem lehet kapni. Ha mégis igen, akkor Zsolt, hívjál fel telefonon, tőled fogok vásárolni. Tehát a kártevők, kártevő állatok meghatározó jelentőségűek. És hogy ne legyen olyan egyszerű a dolgunk, hangsúlyoznám, hogy nincs két ugyanolyan kártevő együttes összetétellel rendelkező szilva ültetvény. Egészen más károsítók jelennek meg fiatal ültetvényekben, egészen más kártevők, még a fiatal ültetvényen belül is, ahol a közelben kökénybokrok százai szegélyezik az ültetvényt, mert a szilva és a kökény kártevő együttese nagyon sok vonatkozásban hasonló egymáshoz. Nagyon gyakran a kökényről telepednek be a fontosabb kártevők. Igyekeztem a mondani valómat olyan csoportosításban összeszedni, hogy a súlypontok kapcsán emeljem ki a mondani valómat, és most ahogy gondatlanul hallgattam, az egészen megfogó volt, hogy legyen koncepciónk a tenyészidőben a kártevők elleni védelemre. Áttekintés. Milyen sok tápnövényű kártevők jelennek meg? Pajorok. Pajorokról a mai nap nem beszélek. Ez nem olyan jelentőségű téma a szilvánál, mint mondjuk a megynél és a cseresznyénél, de az alföldi régióban természetesen ez is problémát jelent. A kéregkártevők közül kiemelten fogok beszélni a pajzstetvekről. Az idősebb, 5-6 évesnél idősebb ültetvényeknél egyre gyakori probléma. A vizsgálati minták, a hozzám érkező vizsgálati mintáknak 80%-át a pajzstetvek teszik ki. A lombkártevők közül legjelentősebbek a takácsatkák. Ahogy jöttem itt a Bugaci elágazónál, jobbra van egy ültetvény, fülig takácsatkás, autóból diagnosztizálható. És a szilvához szorosan kötődő fajok közül két levéltetű fajról lesz. A csonthiatusok levéljatkája szerencsére kisebb jelentőségű, bár az intenzív kezelési ültetvényekben, a túlhajtott ültetvényekben figyelni kell rá. És amiről részletesen lesz még szó, a szilvadarazsak elleni védelemről, és a szilvamoly, keleti gyümölcsmoly, amelyek gyümölcskártevők, és a szilva védelmét alapvetően meghatározzák. A kaliforniai pajzstető a kertészek körében régről ismert kártevő. Az utóbbi időben reneszánszát éli. Vajon miért? Azért, mert megváltozott a növényvédelmi technológia. Aki hasonló korban végezte az egyetemet, mint én, mi még úgy tanultunk, hogy tél végén lemosó permetezés DNOC-val vagy gyümölcsfaolajjal, ez egy alap növényvédelmi eljárás volt. Ma már nem így tesszük, és nem azt mondom, hogy hívjuk vissza ezeket a növényvédőszereket, hanem azt mondom, hogy a szilva növényvédelme nem receptszerűen hajtható végre, hanem megfigyelésekre kell. Ha a szilva termesztő kertész ismeri a szilvának azt a néhány meghatározó jelentőségű kártevője súlypontját, ő maga el tudja dönteni, hogy mi a helyzet. Kell-e a kaliforniai pajzstető ellen védekezni, avagy nem? Miért növekedett meg ennek a fajnak a jelentősége? Nevében bent van. Európában, az amerikai kontinensről, Kaliforniából él. Kaliforniában milyen klimatikus körülmények között tudott elszaporodni ez az eredendően Kínából származó kártevő, amikor nincs télen számottevő lehűlés, melegkedvelő. Az elmúlt években alig volt fagy Magyarországon. Addig, amíg volt mínusz 15 fok alatti lehűlés, több évben egymás követően, a téli mortalitása ennek a kártevőnek olyan volt, hogy nem tudott igazán elszaporodni. Miután ezek a lehűlések elmaradtak, jó, mostani télen volt mínusz 15, 18, 20 fok. Mi mértük a mortalitását szilvaültetvényben. Ez a mostani lehűlés okozott 40-45%-os mortalitást. De ez egy nagyon gyorsan szaporodó faj,
egyetlen egy tél nem fogja visszaszorítani, és az a jóslatom, vagy előrejelzésem, ha jobban tetszik, hogy az elkövetkezendő években a kaliforniai pajzstetűvel még több gondunk lesz. A kaliforniai pajzstetű mellett idős ültetvényekben a teknős pajzstetvek közül a szilva pajzstetű és a közönséges teknős pajzstetű meghatározó jelentőségű. Az a helyzet, hogy nagyon gyakran idősebb ültetvényekben ennek a két kártevőnek a megjelenésére akkor figyelnek fel, amikor már a tenyészidőben csöpög a szilvafa levelére a mészarmat, azon megjelenik a korompenész, a méhek járják, és ezzel kapcsolatos növényvédelmi problémák sora jelentkezik. Itt egy olyan ültetvényt láthatunk a jobboldali soron, pár évvel ezelőtt, 11 évvel ezelőtt fényképeztem Velencei tó térségében. Üzemi ültetvény. A szilva pajzstetűtől pusztult ki. Tehát idáig nem szabad eljutni, ez durva szakmai hiba. Ilyenkor már tömegével találhatók a hímpajzsok, ezek szabaszemmel is jól láthatók. A következő évben a szomszédos ültetvény sort megnéztük, és lehet látni a képeken, hogy ugyanarra a sorra jutott. A fákról csöpögött a mészharmat, itt láthatók a pajzstetvek nőstényei, és hát nagyobb mennyiségű tápanyagot vesznek el a növénytől, mint amit hasznosítani tudnának, és a többit mészharmat formájában ürítik, és hát azon megjelennek a méhek, majd a levelekre jutott mészharmaton megteremtik a korompenész. Most mondjam azt, hogy ez több mint durva szakmai hiba, hogy a fáról csorog a mészharmat, és a fák ágain közönséges teknős pajzstetű, szilva pajzstetű nőstényei, hímjei ilyen populációban vannak jelen. Ez mind elkerülhető lesz, ha valaki ismeri ennek az állatnak a biológiáját. Nem bonyolult, egy nagyon egyszerű, tanítjuk az egyetemeken. Tessék nézni! Ezek a kártevő állatok körülbelül olyan 3-5 mm nagyságú nőstény pajzs alól kirajzó lárvákkal folytatják a fejlődésüket. Itt van ez a vándorló lárva. Elveszti hamar a mozgóképességét, vagy egy bizonyos idő után, inkább így mondom, mert fajtól függő, letelepszik, és utána helyhöz kötötten él. Majd a nőstény pajzs alatt megjelennek a tojások, de csak abban az esetben, hogyha a hím fölkeresi őket, mert a pajzstetvek azok közé, az állatok közé tartoznak, amelyek csak ivarosan szaporodnak. Ebből adódik egy sebezhetőségük. Tehát, hogyha a hímet rajzásakor megfigyelem, és hímrajzáskor a hím ellen, ezek nagyon érzékeny állatok, amikor elhagyták a pajzsukat, egyetlen egy érintő hatású rovarölőszerrel permetezek, amely körülbelül egy-másfél hétig elpusztítja a felületen mozgó állatokat, egyetlen egy olcsó kezeléssel megoldottam a pajzstetű elleni védelmet, és elmaradt a pajzstetveknek a szaporodása. A kaliforniai pajzstetű, illetve a teknős pajzstetvek kivétel nélkül lárva alakban már ott vannak télen, tehát nem kell más, mint ráérő februári napon kimenni és megnézni a fák törzsét, vázágait, hogy van-e pajzstetű. Ha van, milyen lehetőségem van, milyen koncepciót tudok kialakítani? Lehetséges nyugalmi időszakban valamilyen olajtartalmú készítmény, nevikén, katán, vegaszol, és egy csomó vagy kozmetikai vazelinolaj, parafinolajtartalmú készítmény, vagy valamilyen természetes olajtartalmú készítménnyel, de itt nagyon fontos a kezelés elvégzésének a módja. Ennek a dózisa körülbelül 50-70 liter per hektár. Egy vagyonba kerül a permetezés. Ha mi ezt axiál ventilátoros géppel juttatjuk ki, akkor a növényvédőszernek 20-30%-a kerül a fára. A többi a tyúkhurra, meg ami van még a koratavaszi ajnövényzet. Ezért próbálom a szilvatermesztő kollégákat, barátaimat rábeszélni arra, hogy bármilyen nehéz, ha azt látjátok, hogy a pajzstetű elszaporodása elindult, akkor egy szórópisztolyos géppel, mondják, hogy olyan nehéz ember kapni, aki utána megy. Mondtam, meg kell fizetni, hogy a következő évben ők
keressenek meg, hogy mikor lesz az a jó fizető permetezés, mert a megtakarított növényvédőszer ára duplán be fog jönni. Ezzel a kezeléssel elpusztítjuk a lárvákat. Ha ez még nem szükséges, mert nem annyira fertőzött az ültetvény, akkor a tenyész időben a rajzó hímek ellen tudunk védekezni egy egyszerű moszpilánnal például, virágzás, szilva virágzása után, vagy a rajzó lárvák ellen, de ez már egy picit nehezebb. A kaliforniai pajzstetűnél működik, mert a kaliforniai pajzstetű hímek rajzása az április vége május elején van, tehát ott is tudunk ellene védekezni, illetve tudunk majd nyáron védekezni a szüret után, tehát mondjuk egy lepotica fajtánál, amikor megtörtént a szedés, a kaliforniai pajzstetű lárvák még mindig rajzanak. Tehát ez a második nemzedék rajzása. De jobb az első nemzedék elleni védelmet alapozni. Hogy legyen valami fogóckozó, néhány képünk erről. Megjegyzem, ezek a képek, ahogy Gonda tanár úr említette, a Ceglédi Kutató honlapján megtalálhatók a tavalyi előadásomban is. Újat is fogok mondani. Tehát itt lehet látni a közönséges streknős pajzstetűnek ezek a hímjei, már üresek a pajzsok, és ezek pedig a nőstényei. Mikor van a hímrajzás? Május második felében. Akinek otthon egy egyszerű mikroszkópja van, sztereo mikroszkópja, de közönséges kézi nagyítóval is lehet látni, hogy tehát a védekezési lehetőség, lemosó permetezés nyugalmi időszak végén, rügyfakadásig, a hímek elleni védekezés május vége, és júliustól a kirajzó lárvák elleni védekezés a késői érésű fajtáknál a szüret előtt, szüretet megelőző időszakban, a korai érzésű fajtáknál a szüret után, mivel a közönséges teknős pajzstetű kimegy a lombra, a lombon szivogat, majd utána összemegy a fás részekre. És ha valaki veszi a bátorságot egy közönséges ötszörös nagyítású lupéval meg tudja mondani, hogy mikor rajzanak a hímek. Itt van a hímnek a szárny kezdeménye a pajzs alatt, és gyakorlatilag nem véletlenre juttatom ki a növényvédőszert, hanem tudom biztosra, hogy mikor kell. Sodromolyok, karaszulóhernyók gyakoriak a szilva ültetvényekben, nem igazán jelentősek. Dehogy is nem. Ezért mondtam azt, hogy két azonos ültetvény nincsen. Nyilvánvaló, hogyha nekem luttalpam van, az fáj, ha vakbelem van, akkor az a probléma. Levéltető ellenvédelem kulcsfontosságú a szilvaültetvényekben. Öntözött, jól táplált szilvaültetvényekben milyen a hajtásnövekedés, kedves kollégák? Erőteljes. Miről álmodik a levéltető? Erről. Hogy erőteljes hajtásnövekedés legyen, hogy könnyen fel tudja venni a tápanyagot a növényből. És itt van ami a közvetlen kártétel, amire figyelni kell, hogy a szilva himlő terjesztésében ezeknek alapvető fontosság. Tehát a levéltető ellenvédelem azért is fontos, mert a levelek torzulnak, leáll a hajtásnövekedés. Megjegyzem, a Brachycardus helixizi, a sárga szilva levéltető, az elmegy egy idő után, leállítja a hajtásnövekedést, fészkes virágú növényekre elvándorol. Ezzel szemben a hamva szilva levéltető populáció az még a érés idején is ott maradhat, tehát kellemetlen károk okozója lehet, mészharmatürítés, korompenés, stb. És a vírus terjesztő tevékenységük hihetetlenül fontos. A levélkártevők közül a takácsatkák meghatározó jelentőségűek, szinte valamennyi szilva ültetvényben aszályos körülmények között. Milyen védekezés lehetséges? Hát tudnom kell, hogy melyik faj fordul elő. Ugyanis vannak olyan fajok, ilyen a piros gyümölcs, a takácsatka, amelyik tojás alakban telel át. A tojás alakban áttelő atkafaj ellen erős fertőzésnél a pajzstetvek elleni télvégi lemosó permetezés nagyon jó, hatásos, ha nem kapkodtuk el, ha nem túl korán, hanem közvetlenül a rügyfakadás előtt. Lezárja a vagy a takácsatka tojásán, a tojásán egy kis légzőnyílás alakul ki a kelés megelőzően, és belefullad az állat. Végeztünk a tanszéken szakkörös hallgatóval védekezési kísérleteket, Szabó Árpád kollégámmal, 95%-os mortalitás egy ilyen üzemi kezelésnél megoldható. De tudnom kell, hogy milyen fajról van szó, az sem árt tudni a haladóknak,
hogy van-e természetes ellensége, ragadozó acka, amelyik korlátozza. És hát a vegetációban nem megvárni, amíg látom a tünetet, hanem a levelek minimum két hetenkénti lupéval történő vizsgálatával vizsgálnom kell, hogy megjelent az acka. Mert amikor már a levél sárgulása, netán lombhullás jelzi, hogy itt takásacka gond van, akkor tudok védekezni, de a következő évben. Tehát éppen ezért időben kell figyelni, hogy mi a károsító helyzet. Nagyon fontos a harmonikus tápanyag utánpótlás, időben végzett a gyomírtás, tehát nem megvárni, hogy az Amaranthus kenopódium, a T4-es gyomok térmagasságúak, mert ezeket jobban szereti a közönséges takácsatka, mint a gyümölcsfát, és hogyha én egy glifozáttal leperzselem a gyomokat, nem lesz tápláléka a gyomnövényen élő takácsatkának, egyenesen föl a fára. És azt veszem észre, hogy hát eddig nem volt takácsatka fán. Most meg miért van olyan sok? Hát azért, mert rá kényszerítettem, hogy fölmenjen. A speciális akaricidek közül ortuzum engedélyezett szilvaültetvényben tudni kell azt, hogy atkák esetében egyetlen egy atkaölőszeres kezelés nem pusztítja el valamennyi fejlődési alakot. Ebből adódik, hogy takásatkák ellen egy kezelés, nem kezelés, tehát a kezelés megismétlésére feltétlenül szükség lehet. Hát itt egy kenopódium állományt láthatunk, ahol a takácsatkák már szívogatnak, látszik a szívogatás nyele, és utána a gyomírtás bekövetkezett, és fölmentek a fára, és ott okoztak lombhullást. Erőteljes hajtás növekedés, a lazaszövetű növényállomány a takácsatkák elleni védelem lehetőségét csökkenti. Éppen ezért a harmonikus tápanyag utánpótlása feltétlenül oda kell figyelni. Egy virágzó szilva, ágat, hajtást részt látunk, ugye a levelek is már kezdenek növekedni. Mi jut erről eszébe egy szilvatermesztőnek? Mi az a növényvédelmi probléma, amire feltétlenül figyelni kell? Nem más, mint a poloskaszagú szilvadarás kártevők oldaláról. Hát itt idei felvételek, itt a poloskaszagú szilvadarás, a hoplokampa minuta, a hoplokampa fláva, ez két faj, de azonos időben rajzik, mindig virágzáskor. Csapdázható fehér színű vagy sárga színű ragacsos lapokkal, de még egyszerűbb, kimegyek a gyümölcsösbe, a virágzó ültetvény látványa úgyis földobja az embert, és akkor megnézem, hogy délelőtt 10 órakor, amikor már nem hűvös az időjárás, hogy ott repkednek ezek a parányi 4-5 mm nagyságú kis darazsak. Ezek virágporral táplálkoznak, ezzel nem okoznak kártételt, viszont a tojásaikat belerakják a csésze levelekbe, és a fiatal gyümölcsök pusztulását okozzák. Ugyanakkor egy másik növényvédelmi problémára is gondolnom kell. Az új fajtáknál egyre több problémát okoz a virágzáskori moníliás fertőzés. A monília lakszak ugyanaz a kórokozó, mint a megy esetében. Figyelni kell, itt most ennek a tünetét láthatjuk, ez a virág szirmon keresztül fertőz. Tehát a két károsító ellen indokolt esetben szükséges együtt védekezni. Ha kihagyjuk a virágzáskori időszakot a poloskaszagú gyümölcsdarazsak elleni védelem, akkor ez lesz a következménye. Már a kötődött 2-3 mm nagyságú gyümölcsben ott találjuk a kártevők, a két szilvadarásnak az álhernyóját. És hát egy olyan képet mutatok, egy 5 éves ültetvényben tavaly 90%-os kártételt okozott. Honnét jött? A kökényről, az ültetvény körül lévő kökényről, és tessék nézni, ezek a körök azt jelentik, hogy talált ezek a fertőzött gyümölcsök, és talán eljutunk oda, egyetlen egy volt ezek közül, ezen a képen, ami egészséges és megmaradt. Pedig könnyű védekezni a hoplokampák ellen, figyelem a rajzást, tehát megint a hangsúly a megfigyelésen, a kertész szemén van. Ha elhúzódó a virágzás, és ahol több fajta van, ott mindig elhúzódó a virágzás, mert hol az egyik fajta, hol a másik fajta virágzik, akkor amikor észlelem az első korán virágzó fajtánál a virágzást, akkor az imágók ellen védekezem. Virágzáskor milyen növényvédőszert használunk?
használhatunk olyan rovarölőszert, amelyik a méhekre nem jelölésköteles. Szerencsére van ilyen a Kalipszó, a Mospilán, kiváló hatású. Órákon belül az ott rajzó populációt lesöpri. És abban az esetben, ha nagyon elhúzódó a virágzás, sziromhullás után azonnal kell védekezni a populáció második fele ellen. A számításba jövő készítmények Kalipszó, Mospilán, és amire fölhívnám a figyelmet, bocsánat, ez a kép nem publikus, meg is bántam, hogy betettem, de a lényeget elmondhatom. Múlt héten záródott egy kísérletünk, ahol vizsgáltuk a méhekre nem jelölésköteles gombaölőszerek, tehát virágzáskor használatos gombaölőszerek, és a virágzáskor használatos rovarölőszerek szinergista hatását, és ami megjelent már a sajtóban, publikáltuk is, a Mospilánt nem véletlenül módosították a Mospilán engedélyokiratát, mert ha tebukonazollal, azaz folikul szólóval együtt juttatjuk ki, akkor a méheknél viselkedés zavart okoz, illetve mortalitást okoz. Ebből adódik, hogy nem csak ez a hatóanyag, hanem még több hatóanyag, és valószínű, hogy ezeket mind esti kezelésre, tehát méhkímélő technológiában végrehajtható kezelésre fogják az engedélyokiratot módosítani. A gyümölcskártevők közül a keleti gyümölcsmoly és a szilvamoly azonos kártételt okoz, a szilva meghatározó kártevői. Ezek ellen is csak úgy tudunk védekezni eredményesen, hogy figyeljük a rajzást szexferomon csapdákkal, és gyakorlatilag a kelést megelőzően védekezünk, mielőtt a lárva berágna. Ez egy pomázi szilva ültetvény kezeletlen fákon, nagy tömegben rajzott a szilvamoly az idei esztendőben, üzemi ültetvényben már sokkal kisebb volt a populáció, az első védekezés összeg számítás alapján itt május közepére esett, illetve az egyetem kísérleti üzemében olyan feromoncsapdákkal, automata feromoncsapdákkal figyeltük a rajzást, amelyik naponta fogta a populációt, és lehet látni az áttelő nemzedék rajzását, illetve a 85 Celsius fokos aktív hőszeg alapján itt kellett az első kezelést időzíteni, utána meglehetősen visszaesett a rajzás, most az érést megelőző időszakban a következő nemzedék, az már a harmadik nemzedék volt, ismét elszemtelenedett, itt kihagyták a rovarölőszeres kezeléseket a kollégákat. Milyen hatóanyagok jönnek számításba? Rovarnövekedés szabályozó anyagok, ezek környezetbarát hatóanyagok, dimilin, inszegár, Ranner, Bacillus thuringiensis az ökogazdaságokban, illetve a többi, bocsánat, az amitráznak nem itt lenne a helye, a többi készítmény, deltametrintől kezdve a piretroidok, azok, amelyek eredményesen használhatók ellen. Természetesen egy ilyen 30 fokos melegben mindegyik készítmény egy nap alatt megadja magát, tehát a hatékonyság romlásával kell számolni. Kedves kollégák! Ennyi fért bele a mai mondókámba, ha kérdése van valakinek, nagyon szívesen válaszolok, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet. A TISZ-ünknek több mint 400 tagja van, ebből több mint 100-an termesztenek szilvát, és évente jó évben 3000-3500 tonna szilvánk van. Ezt a mennyiséget 95%-ban exportra küldjük. Nincs ennek különösen oka, egyszerűen úgy alakult, hogy mi arra specializálottunk, hogy export tevékenységet folytatunk. Nagyon sok érdekes fajtáról esett ma itt szó. Ennek ellenére itt a mi termőkörzetünkben, ami mondjuk azért nem közvetlenül csak Keccelt jelenti, hanem mondjuk Bács-Kiskun megye nagyobb részét, illetve van néhány termelőnk távolabbi megyékből is. A mennyiség nagy részét, hanem azt mondom, hogy közel felét a lepotice fajta adja. A másik felén pedig nagyjából igazságosan osztozik a rána, a Stanley és a President fajták. Természetesen vannak az új top fajtákból is kisebb területek, illetve Bluefrink is van nem túl nagy mennyiségben, de azt kell mondanom, hogy a fő csapás az a rána, lepotice, Stanley és a President fajtákból áll össze. Ezekkel itt Keccelen július elején kezdünk a ranával, és valamikor szeptember elején, közepén, bár az idén szerintem lehet, hogy hamarabb, végzünk majd a President fajtával. A
térség adottságai azt teszik lehetővé, hogy jóval korábban terem nálunk minden gyümölcs, így a szilva is, mint másutt. Különösen jó ez azért, mert meg tudjuk előzni a német vagy lengyel szilva termést akár 10 nappal is, ami nagyon jó eladási lehetőségeket teremt. A piac már a mi lepoticánk megjelenése előtt egy héttel nagyon keresi a lepotica-szerű fajta szilvákat. Erre vannak különböző, ezt kiváltani próbáló fajták, de igaziból mindegyik vevő a lepoticát várja már ilyenkor a nyugati piacokon. A szilvával foglalkozni nagyon nagy kihívás, az azért nagyon érdekes kereskedőként, mert rengeteg felhasználási területe van, rengeteg országba keresik, rengeteg partnert lehet ehhez bevonni, és nem dicsekvésképpen, de tényleg 13-14 országba került tőlünk szilva, mindegyikben több partnerrel dolgozunk, szóval elég komoly logisztika zajlik nálunk július-augusztus hónapokban. A tavalyi évben nagyon erős termés volt a térségben is, és országosan, és Európában is. Jóval, tehát alacsony árak voltak, amik viszont fölhajtották a keresletet. Tulajdonképpen nem volt értékesítési gond, de az árak nagyon gyengén alakultak. Különösen rosszul hatott erre az, hogy a július vége körül volt egy nagyon esős néhány nap, ami utántól a szilváinkon borzasztóan elharapóztak a mindenféle gombabetegségek. Én kereskedőként, amivel leginkább találkozom, a legnagyobb növényvédelmi probléma, és úgy tűnik nekem, hogy gyakorlatilag megoldhatatlan, ez a monélia elleni védekezés. Itt a gyümölcs monéliáról beszélek én kizárólag. Nincs az a rövid egy-két napos esős időszak, ami után értelmesen lehetne gyakorlatilag szilvát betárolni a Magyarországon. Én most teljesen ezt látom. Akárhogy lehűtjük az árut, akár milyen kezelést kapott előtte, mindenképp, amíg a fogyasztóig kerül az áru, hogy ez szedés után 2 nappal van, vagy esetleg 2 héttel, vagy 3 héttel, mindenképp valamikor előbb-utóbb kikerül szabad levegőre a szilva, és elkezdődik rajta a penészesedés. Ez jelenleg megoldhatatlan helyzet, nagyon sokféle dologgal próbálkoztunk már, rengeteg múlik rajta, tényleg 10 milliós nagyságrendű reklamáció az, ami mondjuk a mi cégünknél előfordul emiatt. Az idei év az egészen más a tavalyi évhoz képest kereskedelmi szempontból. Már tavasz van, áprilisban lehetett tudni, hogy erős keresleti piacra számíthatunk. Európa jó része elfagyott. Németországban a szokásos termésnek maximum a 20%-a van szilvából. Lengyelországból is nagyjából féltermésről beszélnek az illetékesek. És igaziból nálunk is legalább 30-40%-os terméskiesés látszik most már, még ha ezt májusban nem is gondoltuk ennyire komolynak. Július eleje óta gyakorlatilag nincs egy nyugodt órahosszám, hétvégén, hétközben, majdnem éjjel-nappal csörög a telefon, mindenki szilvát akar rendelni. Ez igaziból egy jó helyzet, csak ugyanakkor nehézséget is okoz, mert azok a partnerek, akiket felépítettünk, ahogy tetszik, vagy azok az üzleti vonalak, amiket felépítettünk az elmúlt 10-15 évben, ilyenkor nagyon érzékenyé válnak, hiszen ha valamelyik partner, aki az előző években, amikor sok szilva volt, kapott szilvát, ilyenkor azt mondom, hogy nincs, az esetleg rossz hatással lehet a jövő évi üzleti kapcsolatokra. Úgyhogy osztani kell az árut, úgyhogy mindenkinek jusson, ne sértődjön meg senki. Ennek ellenére, ahogy az előbb mondtam, hogy tavaly gondot okozott a monélia, és az idén meg kevés az áru, keresleti piac van, és azt sem mondanám, hogy nagyon csapadékos lett volna a nyár, bár azért volt néhány, itt a környéken pont éjszaka lezúduló eső, másod lehet, hogy nappali időszakra esett, azt kell mondanom, hogy most is van gond a monéliával, még talán 6-8 évvel ezelőtt se éreztem ennyire problematikusnak. Tehát ha egy viszonylag száraz időszak volt, akkor megúsztuk komoly reklamációk nélkül a szilva szezont. Most ez már nincs így. Minden ültetvény nagyon erősen fertőzött. És kérünk a termelőktől bizonyságot is arra, hogy használják a monélia elleni szereket. Tudom, hogy rengetegen használják, és mégse hatnak. Ezeknek biztos, hogy vannak olyan vetületei, amik
időpont, tehát rossz időpontba permetezhetnek, esetleg nem a megfelelő szerrel, esetleg nem olyan meccés módokat alkalmaznak, amivel oda jut a szer, ahová jutnia kellene. Sok oka lehet. Én azt tudom, hogy ez egy nagyon komoly megoldandó feladat. Tavaly évben volt még egy olyan probléma, egy hőhullám után, hogy gyümölcshús barnulás jelentkezett. Ez különösen a német partnereket érinti érzékenyen, akik sütőiparnak feleznek, magoznak szilvát, mert a szétvágott szilva szemek, ha barna színűek belül, az alkalmatlan utána már arra, hogy értékesítsék. Tavaly úgy látott, hogy egy ilyen párnapos hőhullám után volt ez, most az idén úgy nézem, hogy ez a hét az, amikor ki kell várnunk, hogy a jövő héten mit okoz majd, remélem nem lesz olyan nagy baj. Azt minden esetre megfigyeltük, hogy akik öntözött ültetvényekből szedték a szilvát, ott kevésbé volt jellemző ez a probléma. Értékesítési szempontból az értékesítés szétaprózódottsága az, ami egy nagyon komoly problémát jelent, és pont ugyanúgy kihatással van a szilva árára, mint az, hogy milyen termésük volt, mikor fordult termelő az ültetvény, vagy éppen milyen hatékonysággal védekeztek a különböző kártevők ellen. A kereskedelem az Magyarországon ma azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden második olyan településen, aminek a környékén van valamilyen szilvatermelés, felvásárló telepek vannak, akik különböző úton, módon egymásnak eladva a hosszú láncolatok során végül néhány nagyobb céghez kerül az áru, és szerintem nagyjából az áru fele exportra megy, másik fele szilvából Magyarországon marad. Rengeteg kínálatból, vagy inkább a kínálók nagyon nagy számából az következik, hogy a vevők, akik számszerűleg sokkal kevesebben vannak, a végfelhasználók, ugye kik a végfelhasználók, friss piacban főként áruházlánci beszerzők, feldolgozóiparban nagy konzervgyárak, illetve fagyasztóipari cégek, esetleg sűrítményfeldolgozók, számszerűleg sokkal kevesebben vannak, mint amennyien kínálják az árut nekik. Ennél fogva kijátszhatók a kereskedelem szereplői, akár egymás ellen is. Azt kell mondjam, nagyon sok évben, különösen igaz ez, amikor nagyobb termés van, a saját szilvánk árát alkudjuk le. Nem egyszer sikerült visszanyomoznom egy ajánlatból, hogy ugyanarra a szilvára került egy mévevőnkhöz ajánlat, ami nálunk egy saját termelőnk hozzánk ígért be. És én alkudoztam egy német vevővel arra az egy szilvára, és versenyeztem egy másik beszállítóval annak az egy ültetvénynek a szilvájára, ami itt volt Kecelen. Hát ezek az anomáliák azok, amik valószínűleg semmilyen, csak idővel fognak majd tisztulni. Nem hiszem, hogy központilag ezzel lehet valamit tenni. Igyekszünk mi minél jobb lehetőséget, vagy kereskedelmi lehetőségeket találni, és bízunk abban, hogy azok a gazdák majd ezt honorálják, akik hozzánk szállítanak. Nagyon fontos kereskedelmi szempontból fontos problémát jelent az információhiány. Rengetegszer nem tudjuk azt, hogy mi az, amit el kell adnunk. Ezt értsék úgy, hogy Magyarországon legendásan rosszul működik a termés fölbecsülése, akár ágazati szinten nézve, akár egyéni gazdák szintjén nézve. Nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy különböző fórumokon felmerül, hogy mennyi termése van Magyarországnak egy adott gyümölcsből. Magamban kicsit mindig vigyorgok ezen, szerintem senki nem tudja. Tehát ezek olyan, egyrészt hatalmas súlyjal esik latba, nem csak nálunk, nyilván egész Kelet-Európában a fekete piaca a gyümölcsöknek. Másfelől pedig nem akarok bírálni senkit, de egyszerűen nem olyan a felmérés módja, ami valóban lehetővé tenni, hogy pontos képet kapjon az ágazat arról, hogy melyik gyümölcsből mennyi terem. És ez az ágazati szintű probléma. Nyilván nem független attól, hogy és ne bántódjon meg senki gazda, nekem is van saját termelésű árom, nagyon nehéz fölbecsülni, hogy mennyi áru van egy adott ültetvényen, de gyakorlatilag néhány napra előre sem tudja a legtöbb gazda megmondani azt, hogy körülbelül mennyi szilvája lesz, mikor fog, melyik napon kezdi el szedni, és hány nap alatt végez vele. Ehhez képest a
kereskedőként, amikor ajánlatot teszek egy szilvaszállításra, akár áruházláncnak, akár konzervüzemnek, vagy fagyasztósnak, az tőlem akár egy-két hétre előre, napra pontosan, tonnára pontosan várják el, hogy mondjam, hogy mikor fogunk szállítani. És ez elég sok bizonytalanságot okoz, és ha valamit rosszul találok el, mert rossz információt kapok, vagy rosszul kalkuláltam, akkor abból kapkodás és improvizálás a vége, ami nem erősíti túlzottan az ember piaci helyzetét. Az biztos, hogy tehát nehéz megbecsülni, én tudom, de nagyon fontos és nagyon komoly jelentőségű tudni azt, hogy mennyi árunk van és mikor. Évek óta emlegetett téma már Magyarországon a délszláv országok szilvatermelése. Tavaly már nagyon erősen jelent meg a Boszniából Nyugat-Európába szállított szilva. Ez rögtön nálunk a Lepotica szilva elkezdődött, gyakorlatilag majdnem egy időben kezdtek a bosnyákok is szállítani, és néhány nap alatt leverték úgy az árakat, hogy csak kapkodtuk a fejünket. Sokkal szebb szilvát tudnak szedni. Nem tudom, hogy hogyan, hamvasan tudják szedni, pontosabban tudom, hogy hogyan. Több ember kell hozzá, lassabban halad úgy a munka, de megcsinálják, és a vevők honorálják ezt. Tehát ha egymás mellé volt állítva egy raklap magyar szilva, meg egy raklap bosnyák szilva, akkor nagyon egyértelmű volt, hogy melyiket választja az osztrák vagy német nagykereskedő. Lényegesen szebb volt a bosnyák. Az az egy előnyünk van ezzel szemben most, hogy őnekik vámolniuk kell, és az igen macerás. Aki ilyennel foglalkozott, már tudja, hogy átjönni egy-két határon ezekből a délszláv országokból, az nem egyszerű helyzet. Viszont a politikai változásokat megnézve, ez nagyon rövid ideig, óráig fog már nekünk előnyt jelenteni, hogy az unió tagjai vagyunk, mert ezek a délszláv országok is oda tartanak. Összegezve az eddigieket, tehát meg kellene oldani a növényvédelmet, elsősorban a moníliára gondolok, pontosítani kell a termésbecsléseken, koncentrálni kellene a kínálatot, lehetetlen, hogy 10 éven belül is még ennyire sok cég kínálja az árut a feldolgozóiparnak, illetve az áruházláncoknak. Egyszerűen, ha kevés vevő van, sokkal kevesebb eladó is kell hozzá, mert csak akkor lesznek egymással erőben kompatibilisek. A csomagolás logisztika folyamatos fejlesztésével lehet még szerintem távol tartani a versenytársainktól, a versenytársainkat a piactól. Itt a délszláv szilva előre törése az csak úgy, nem, pontosan nem megállítható, nekünk is ugyanolyan jó szilvát kell tudnunk csinálni, ugyanúgy jól kell tudnunk termelni és csomagolni és szállítani is, mint ahogy ők csinálják. Az idei szilva szezonra mi várható még? Ahogy említettem, a keresleti piac miatt magas árak voltak az idén, 150-200 forint között lehet mondani, hogy voltak a termelői felvásárlási árak. Ez bőven a duplája, még helyenként háromszoros a tavalyinak is. Én itt elsősorban a kézzel szedett árura gondolok, de a magyar konzervüzemek is legalább 100 forintos árat adtak az idén a lerázott szilváért is. És amit mi is kiszállítottunk feldolgozóiparnak külföldre, mi is a termelőknek meg tudtuk adni a 100 forint körüli árat itt helyben. Az elvárások szerint a további időszakra is, tehát ami nálunk a Stanley, az talán most a hétvégével indul, a Stanley szüret, meg utána az egyéb fajtákra is, a friss piacra mindenképp, meg a fagyasztóipari árura is erős kereslet várható. Gyakorlatilag a lengyel fagyasztós cégek már most is napi szinten telefonálnak, annyira várják a Stanley fajtát. Biztos, hogy 150-200 forint között kell, hogy maradjon az idén. Még azt is sejteni vélem, hogy még a rázott szilva ára is ezteket a szinteket fogja közelíteni. Nekünk csak annyi a feladatunk, hogy gyakorlatilag bezsebeljük ezt az idei évnek a bevételét, ha volt elég sok szilvánk. Amit viszont nem szabad elfelejteni, hogy attól azok a problémák, amik itt szóba kerültek, ezek nem oldódnak meg, hogy most az idén egy olyan piaci helyzet van, ami szerintem kb. 10 évente egyszer fordul elő, hogy más országokban lefagy az áru, nálunk meg viszonylag még van. Egy év haladéknak kell ezt csak tekinteni arra, hogy megoldjunk ezekből a problémákból legalább néhányat, amiket felsoroltam, akár a növényvédelem, akár kereskedelmi szempontból.
Én azt hiszem, hogy ennyit szerettem volna csak így röviden mondani. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek, az előadóknak a remek előadásokat, és egy büfé ebéddel várjuk még önöket itt kívül, ahol a kávészünetben is volt felszolgálva a kávé, és akit érdekel az ebéd után, Sörfőző József ültetvényét meg lehet tekinteni, ő elmondja nekünk ott majd helyben, hogy amit tud az ültetvényéről mondani, és lehet tőle kérdezni nyilván. Köszönöm szépen a figyelmet!